A térségi hulladékgazdálkodási Kft. Tevékenységéből következik, hogy kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre. A cég küldetése, hogy környezetvédelmi szemléletformáló munkát végezzen, és a szelektív hulladékgyűjtést elterjessze a lakosság körében. A 21. században unalmas bemutatókkal, előadásokkal ez már szinte lehetetlen. Viszont játékos formában már annál izgalmasabbnak tűnhet a tanulás folyamata, mondta el híradónknak Petró Árpád, a térségi hulladékgazdálkodási Kft. Ügyvezetője, aki hozzátette, ezért a cég egy új, eddig egyedülálló mobil alkalmazást készített. Ennek köszönhetően játszva tanulhatnak felnőttek és gyermekek egyaránt a hulladék helyes szelektív gyűjtéséről. Hogyan közelítsem meg az ingatlan tulajdonosokat, hogyan közelítsem meg a gyermekeket, és mélyítsem el benne a tudást, ha nem azon az eszközön keresztül, amit a legtöbbet használnak, ez pedig a mobiltelefon, és a mobiltelefonra írt applikáció, ez pedig a Select Ákos, amelyik játékos formában kvízszerűen és Tamagucsi rendszerben próbálja meg a gyermekek fejében, a felnőttek fejében egy kicsit a szelektív hulladékgyűjtés helyes gyakorlatát bemutatni. Szóval mondhatnám azt is, hogy játszva tanulunk, és azon az eszközön, amit a legszívesebben használunk manapság, ez pedig a mobiltelefon. Az applikáció már meglévő hasonló játékok szerint épül fel. Kvízjátékok, hulladékválogatás, igaz-hamis, szókirakó és Super Mario alapjára programozott játékkal ismerteti meg a szelektív hulladékgyűjtéssel a felhasználókat. A játék egyedülálló fejlesztés, ezt az is bizonyítja, hogy eddig 8000-en töltötték le az applikációt, és ebből 6900-an Ázsiából. Mindenképpen várható a játékprogram, a mobil applikációnak a továbbfejlesztése, mert már most megfogalmazódott bennünk ez, hogyha ilyen széles körű a letöltés, világszínvonalú, akkor mindenképpen meg kell jelenni az angol nyelven is. Ennek már a változatát elkészítettük, még nincs feltöltve, mert tesztelés alatt van, de én úgy gondolom, hogy a napokban feltöltésre kerül, és akkor még bővebb információt tudunk biztosítani. Ezen kívül egy hulladékszállítási naptár applikáció van most előkészítés alatt, ami úgy szintén azt a célt fogja szolgálni, hogy minél szélesebb körű és minél pontosabb információ áramlás történjen meg a közszolgáltató és a közszolgáltatást igénybevevő között. A telefonos játék mindkét jelenleg legelterjedtebb mobil operációs rendszeren elérhető.